Kedves nézőink, most pedig felmérjük a közvéleményt. Erdély Rezső Krisztián, köszöntöm a nézőpont Intézettől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Legfrissebb kutatások? Ja, alapvetően most uh, egy tematika uralja a közvéleményt. Hogy megvagyok közvélemény? ah, És ez meglepő módon nem az ellenzéki előválasztás. Akkor most visszanézek, bután? Uh, hanem a járványkezeléssel való elégedettség. Igen. Fontos dolog az ellenzéki előválasztás, de azt látjuk, hogy jelenleg azt még talán kevéssé éri megkutatni. Uh... Akkor mielőtt még, bocsánat, most félbeszakítom, most olyan leszek, mint a Brajer. Beszéljünk a járványkezelésről, de kicsit az ellenzéki előválasztásról, csak annyit, hogy uh, a politikai uborka szezont az mennyire fogja esetleg megkavarni? Hú, ez egy, egy súlyos képzavar, de nem baj, <laughs> az ellenzéki előválasztás. Talán kevésbé lesz most politikai uborka szezon nyáron, mint amennyire nyáron szokott lenni. Már csak azért is, mert ha megnézzük az ellenzéki pártokat, akkor minden nap azt látjuk, hogy nem is olyan régen még a demokrácia ünnepének titulálták az ellenzéki előválasztást, mondván, hogy majd mindenki kiválasztja neki szimpatikus jelölteket, és most nap, nap után érkeznek a hírek, hogy X párt állapodott meg Y-nal, öt helyen lépnek vissza, Y-zével, négy helyen. Mi a vélemény erről? Elmondom, hogy nekem magánemberként mi a véleményem, ha lehetséges. Hát én nem vagyok tőle nagyon boldog, mert pontosan azt gondoltam, hogy az a jó benne, hogy Verseny. Mert akkor ez egy verseny. Most akkor még sincs verseny. És ez pontosan őt. ugyanezt gondolták nagyon sokan. Hogy indult a, ugye ez az egész úgy, hogy van hat párt, amelyikből van, amelyik parlamenti, van, amelyik parlamenten kívül, ezek a pártok összefognak, van a, van 106 egyéni választó kerület. Nyilván azt az illúziót senki nem kergette magában szerintem, hogy mind a hat párt, mind a 106 olvk ból indít jelöltet, mert ez, ez, nyilván sok lett volna. De hogy azért a nagy többségében. A csatlakozott hozzájuk ugye a Márki Péter által vezetett Mindenki Magyarországa mozgalom, amely ugye nem párt, de hát mégiscsak egy, egy szervezet. Ha aztán csatlakozott hozzájuk most nem is olyan régen a Pálinkás József által vezetett új világnéppárt, és most már ott tartunk, hogy nyolc párt vagy szervezet, és ehhez képest azt látjuk, hogy a választókörzetek felében, több mint felében maximum kettő jelölt van, és ők is folyamatosan lépkednek vissza egymás javára. Ö, azt kérdeztem múltkor, nem is tudom, hogy kit, kitől kérdeztem, kicsit már a memóriám szakadozik, hogy ezzel azt ér, nem, hogy ezzel Azt érik el, hogy pont azokat nem szólítják meg, akik úgymond bizonytalanok, akik egyébként érdeklődnek valamilyen szempontból a közélet iránt, de nem tudnak ilyen vagy olyan okból pártot választani maguknak. A... van Mert egy... nem ez volna a cél, hogy azokat is megmozgatni? Van egy, ö, egy sajátos dinamikája az előválasztásnak, és nem csak Magyarországon, mindenhol, ahol tartunk. tartanak. Egyesült Államoktól Franciaországon keresztül mindenhol. Ha, hogyha megnézzük, akkor mindenhol a max szavazók mennek el. Tehát a, nem tudom én, New Yorkban az megy el a demokrata előválasztásra, aki elkötelezett demokrata, és 30 éve a demokratákra szavaz, nyilván New York egy speciális haladfaj ebből a szempontból, a, de az, aki úgy hészavazó, vagy szimpatizálna egyébként a republikánusokkal is, az nem megy el. Magyarországon szerintem ugyanez lesz, hogy azok, akik magszavazói egy adott pártnak, legyen ez az MSZP, legyen ez a DK, legyen ez a Jobbik, legyen ez bárki, ők elmennek az előválasztásra, és ők eldöntik, ha van olyan jelölt. Na most, ugye azért látunk olyan eseteket itt Budapesten, nem kell kimozdulnunk még a városból se, a például Hiller István esetében MSP vagy Varió esetében DK, hogy gyakorlatilag mai tudásunk szerint kijelenthetjük azt, hogy ő nyert. Azon egyszerű oknál fogva, hogy ő van egyedül, pont. Uh, és, és, nincs alternatívája. Nyilván az egy másik opció, vagy másik lehetőség, ahol van kettő vagy három jel, uram, bocsán, négy, a, uh, meg látunk olyat is, ahol öt, de talán két választókerület van az egész országban, meglepő módon mind a kettő Budapesten talán, és, mert ugye itt várhatóak valódi harcok. Illetve vannak olyan választókerületek, ha jól emlékszem, akkor egy talán Borsodban és egy már berekben, ahol meg egy darab jelölt sincs. Tehát, hogy megszólítani azokat a szavazókat, akik ugyan talán nem szimpatizálnak a kormánypártokkal, de nem elkötelezett törzszavazói valamelyik ellenzéki pártnak, abban valóban egyetértek, ezzel a metódussal nem lehet. Azzal lehetne, vagy lehetett volna, hogyha a nyolc pártnak legalább a fele állított volna jelöltet mondjuk egy-egy körzetben, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy kitesszük a kártyáinkat, ezek a közül a jelöltek közül, ezek közül a programok közül lehet választani, és elmennek az emberek szavazni. De azt én nem ha igazán tudom elképzelni, egy előválasztás, nyilván egy általános választás, jövő áprilisban az egy teljesen másik kérdés. De egy előválasztáson én azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk vegyünk egy vidéki körzetet, most mondok egy nagyon egyszerű példát, a Marcali központú körzet, egyetlen egy jelölt van, egy jobbikos jelölt, értem, hogy olimpiai bajnok, nyilván sport az egy másik kérdés, van egy darab jobbikos jelölt, és akkor az elkötelezett dk meg az elkötelezett MSZP-s majd elmegy rá szavazni. Én ezt nem tudom elképzelni. Elképzelhető, Ó, és hogy, így, hogy így, van, de én ezt nem tudom elképzelni. Jó is, hogy mondta ezt a Marcelit, mert uh, az én családom része onnan származik, arról a környékről származik, uh, és ha élnének, ők hát biztos, hogy nekik nagyon komoly problémát okozna, ha elmennének előválasztani, egy jobbikos jelöltre szavazni. Tehát, uh... <coughs> Ugye két, uh, két, én legalábbis azt látom, vagy azt gondolom, hogy kétfajta uh, olyan uh, szavazó van, vagy olyan ellenzéki választó van, aki óckodhat az ellenzéki előválasztástól, még akkor is, hogyha magát az intézményt jónak tartja. Mert vagy azt mondja az a típusú választópolgár, hogy ő ugyan az ellenzékkel szimpatizál, ő ugyan nem szimpatizál a kormánypártokkal, de elutasítja a jobbiknak a múltbeli retorikáját, és nem képes elhinni azt, hogy ők őszintén megváltoztak, ez az egyik. A másik, hogy ő ugyan szimpatizál az ellenzékkel, az újabb pártokkal, Momentummal, bárkivel, de Gyurcsány Ferenc személye számára nem elfogadható. Tehát ez a két típusú ember ez nyilván nehezebben fog elmenni és ki egy ki és kiesik ebből, és az ő véleménye az nem lesz artikulálva, főleg egy olyan körzetben, ahol van egy vagy két jelölt. És akkor még azt szeretném megtudni, és utána mi átmegyünk a járvány de ez nagyon foglalkoztat engem, hogy van az ellenzéki pártoknak mondjuk egy erős sorrendje, népszerűségüket tekintve. De ez is megborulhat ugye ezzel, amit most az ön előbb elmondott, mert hiszen van két olyan párt, amelynek úgymond a magszavazói, ha törik, ha szakad, ők elmennek szavazni, mert ki van, ki van, a, hú, csúnyom, ki van adva, hogy már pedig nekünk el kell menni szavazni. És ha nem lenne kiadva, akkor is így úgy gondolkodnak, hogy ők elmennek. À, akkor ez azt jelenti, hogy azok a kisebb pártok, a kisebbnek minősített pártok kevésbé fognak labdába rúgni. Fogalmazunk egyszerűen, Ez. DK jobbik le, megpróbálja leuralni a terepet. Ez azért egy nehéz kérdés, a DK esetében tökéletesen egyetértünk. Tehát ott van egy nagyon erős szavazói bázis, amelyik ha törik, ha szakad, ha bármi történik, ők elmennek az előválasztásra. Tegyük hozzá, hogy a sok visszalépés után még mindig a DK-nak van a legtöbb jelöltje állva a kerületekben a választókerületekben. Hogy meg vagyok lepve, zárva, bezárva. És <laughs> őket követi a momentum. És a momentum kerülhet talán nehezebb helyzetbe, mert azt ugyanis sikerült keresztül vinniük, hogy lesz online lehetőség szavazni az előválasztáson. Illetve szavazhatnak azok is, akik még nem 18 évesek, de 2022. áprilisában lesznek, mert 18 évesek lesznek, de azt azért látjuk mindannyian a számokból, az eredményekből, hogy ez az a korosztály, amely politikailag a legkevésbé aktív. Ugye a dk a szavazópázisa, az demográfiailag egy idősebb korcsoportot képvisel, a demográfiailag idősebb korcsoportok aktívabbak a politikában. Elmennek választás előválasztásra, nagy gyűlésekre, bármilyen ilyen politikai eseményre. A, a, kisebb pártoknak a szavazói, ugye a Momentum esetében a demográfia miatt, az összes többi párt miatt pedig azért, mert talán kevésbé elkötelezettek, vagy jobban lemorzsolódtak az elmúlt hosszú-hosszú években, ők kevésbé fognak elmenni, tehát valóban felborulhat az az erősorrend, bár azt is hozzáteszem, hogy akár meg is erősödhet, hogyha most ugye azt mérjük, mérik a legtöbben, hogy a DK a legerősebb ellenzéki párt, és a DK nyeri meg a legtöbb előválasztási körzetet, akkor ez megerősítheti. Még egyszer mondom, a Momentum lehet ennek a nagy vesztese. Uh -huh. Jó. Akkor nézzük gyorsan ezt a járványkezelést, és főleg annak a fényében, amit tegnap a miniszterelnök a kormányinfón bejelentett, hogy olyan, ö, ö, olyan mondatokat mondott el, amelyek továbbra is erősíthetik azt, hogy ez a járványkezelés sikeres. És akkor nézek nagy szemekkel. Igen, uh, itt ugye mi azért rendszerűen hónapról hónapra, amióta az elkezdődött, uh, megkérdezzük a, az embereket, hogy mit gondolnak a kormánynak a járványkezeléséről. És jelenleg a, a mostani adataink szerint, amit kettő vagy három nappal ezelőtt publikáltunk, abból az látszik, hogy 65%, tehát közel kétharmados a, a, a járványkezeléssel való elégedettség. Az egy, megint egy másik kérdés, hogy adott részterületeken területeken mit gondolnak az emberek, hogy összességében elégedettek a, a járványkezelésével. És uh, ugye ebből következhet az, vagy következik az, amit elmondott tegnap a miniszterelnök a kormányinfón, hogy uh, van a járványkezelésnek egy olyan szakasza, amit már le lehet zárni, ugye a tömeges oltásoknak a szakasza, mert jelenleg ott tartunk a regisztráltak számában is, meg ugye egyébként a kórházban ápoltak lélegeztetőgépen lévők számánál is, hogy uh, jelenleg ezek a számok, ezek csökkennek. És a regisztráltaknál pedig azt látjuk, az oltásra regisztráltaknál, hogy sokkal több a vakcina, mint ahányan oltásra várnak. Ugye nyilván vannak anomáliák, tehát hogy nem mindenki vette fel a második oltást, és a többi, és a többé, de ezek kvázi részletkérdések. De a, a, járványkezelés az lehet egy olyan pont, mint a, most hagyj menjek vissza egy kicsit a múltba, mint volt 2018-ban a migráció, vagy 2014-ben a rezsicsökkentés, ami, Azoknak az embereknek is szólhat, vagy azoknak az embereknek is szól, akik egyébként nem feltétlenül a kormánypártoknak a, a törzszavazúi, vagy a magszavazúi, de mondjuk a, a hagyma hasonlattal élve a héjszavazóknak is a, szólhat ez, akik bizonytalanok, hogy kit válaszanak. nem is feltétlenül mennek el mindig a választásra, a, az országgyűlési vagy önkormányzati választásokra, de azt látják, hogy volt egy, egy sikeres járványkezelés az elmúlt a, közel másfél évben, sőt másfél évben. És akkor ez a példakokér, amit tegnap elhangzott, ez az adó visszatérítés is. Ez körülbelül mikor tudják ő önök megmérni, vagy ennek a hatását? Még akkor is, hogyha pontosan magának a bejelentésnek a hatását. Azt gondolom, hogy ennek kell egy néhány hetes ülepedés, és egy-két hét múlva talán már mérhetőek annak az eredményei, hogy, hogy az emberek erről mit gondolnak. A... A kormány megtette azt a szívességet nekünk kutatóknak, hogy ő maga is indított egy kutatást ebben, ezt nemzeti konzultációnak hívják. A, tehát ők is fel fogják mérni az eredményeket, de maguk nyilván csak hátra és azt nézik, hogy milyen eredmények jöttek, és akkor nem is kell kérdező biztosokat. <laughs> nem, vétc azért, volt, azért nekünk, tehát mi abban a helyzetben vagyunk, hogy azért ezeket megmérjük, meg megnézzük. és mit gondol egy ilyen konzultáció, ennek az eredménye, meg plusz ez az adóvisszatérítéses történet is, ez mennyit javíthat ezen a kétharmadon? Azért számszerűen érezhető javítás, javulást hozhat még pluszban? A, mivel a konzultációnak a, az kérdéseit még nem tudjuk, nem látjuk, nem ismerjük, ezért erről még talán korai nyilatkozni. A, az adóvisszatérítés az egy Érdekes helyzetet eredményezhet, ugye ez egy régi vita a közpolitikával foglalkozók körében, hogy mi legyen azokkal a bevételekkel, amik úgy jönnek, hogy az állam azokra nem számít. Tehát a pénzügyminisztérium az 5,5% alatt jóval tervezi a GDP növekedést. Egyébként az elemzők is alá tervezték, csak megjöttek a legfrissebb adatok néhány héttel ezelőtt, és azok magasabbak jóval, mint amire számítottak. Nyilván nem mindenki van abban a helyzetben, mint például a mondjuk, Matolcsi Györgyék az MNP elnökeként, a, hogy mondjam szóval álmok álmodója, tehát hogy ő azért jóval magasabbnak gondolja még mindig a GDP növekedést, mint amire akár a PM, akár az elemzők számítanak, de ez eredményezheti azt a helyzetet, hogy ha a járványkezelés sikeressége mellett a gazdaság újraindításnak is lesz egy, egy látható, mérhető sikeressége, az megerősítheti az embereket a kormánypártokba vetett bizalomban. Nyilván ez a jövőt, tehát nem látjuk előre, de lehet egy ilyen hatása. Hú, hát akkor maradjunk annyiban, ha lehetséges, hogy amikor legközelebb jön, akkor talán már tud arról is beszélni, hogy ezeknek a miniszterelnöki bejelentéseknek milyen hatása van. És akkor már tudunk arról is beszélni, talán tudnak olyat is mondani, hogy hogy áll ez az egész összefogósdi, összefogásosdi, összefogósdi, ez sokkal jobban hangzik. Kíváncsi leszek a véleményére. Köszönöm, hogy Köszönöm. ezeket elmondta.